started to play basketball with my 10 years in my hometown in Montenegro. The name of the club is Morna. 10 évesen kezdtem kosarazni szülővárosomban, a Morna nevű klubnál, Montenegróban. 12 évet pattogtattam ott, aztán úgy döntöttem, szeretnék magasabb szinten kosarazni. Szlovéniába szerződtem a tavalyi szezonban, aztán pedig ősszel Bosznia-Hercegovinába, ahol sajnos félreértettük egymást a klubbal, és aztán úgy döntöttem, elfogadom az ETA ajánlatát, amit egyáltalán nem bántam meg. So basically this is my second year to play another country. And your teammates. ZTA is a great club with even more brilliant fans. Az ETA jó kis csapat, remek szurkolókkal, nagyon jó fejek a csapattársaim is egytől egyig. A csapat kémia is tökéletes. Ez a sikerünk egyik kulcsa. So I think that's one of the keys to success. Ivica nagyon sokat jelent nekem. Naponta 3-4 órát simán el tudunk tölteni együtt. Sajnos még többször akadt, hogy honvágyam van, de Ivicával és családjával gyakran ülünk össze, és kávézunk, vagy együtt vacsorázunk. Van egy csodálatos felesége és egy gyönyörű kislánya, ami nagyon sokat segít nekem a beilleszkedésben. Nem volt könnyű nyernünk Szegeden, de mivel megvannak a kitűzött céljaink, és be kell tartanunk a szabályokat, amiket magunk elé tűztünk, megterveztük, hogy fogunk majd játszani a Szegedák ellen. Aztán persze nem alakult minden a tervezetteknek megfelelően. Ha önzőzünk, akkor soha nem fognak jól alakulni a dolgok, de ha betartjuk a szabályokat, akkor győzelem lesz a vége. It's a good team, you know. We must be in focus all 40 minutes. But we got 1 week. Nem lesz könnyű a Pécs elleni meccs, végig kell koncentrálnunk a 40 percet. Volt egy hetünk felkészülni, ami most nagy segítség. Most is megvan a játékunk, amit ha betartunk, szerintem meg fogunk nyerni ezt a meccset. Like I say, try to be to play by yourself and to be selfish, then we are in trouble. So I think we will win. We will see. A szurkolókról csak jót tudok mondani, fantasztikusak, nélkülük sehol sem lennénk, jó hangosak, és bár vannak köztük olyanok is, akik őrültnek tűnnek, erre igenis szükség van. Rengeteget segítenek nekünk, nélkülük sokszor nagy bajban lennénk, az biztos. Egerszeg egy aranyos kisváros, de mivel én is egy hasonló méretű településről érkeztem, egyáltalán nem furcsa. A különbség az, hogy nálunk ott a tengerpart, amit imádok. Tetszenek viszont itt az emberek, nagyon jó fejek, kivéve a szurkolóink egy részét, akik a szó pozitív értelmében őrültek, hangosak és imádnivalóak. Sajnos nincs túl sok szabad időnk, de akkor mindig kávézni megyünk. Nem nagyon szoktam elmenni Egerszegről. Otthon a lakásban szoktam inkább pihenni. I don't go anywhere from Zalaegerszeg. Like I say, we don't have a lot of free time. Most of the time I'm home, try to relax and rest. Or if I'm not home, I'm somewhere on a coffee. It's simple. Bízom abban, hogy meg tudjuk nyerni a következő 3 találkozót, és a lehető legjobb helyről tudjuk kezdeni majd a rájátszást. Aztán pedig, amikor már a playoffra kerül sor, hát ott bármi megtörténhet. Tudom, hogy nem lesz pályaelőnyünk, és borzasztó kemény lesz, de hinnünk kell abban, hogy jók leszünk. Azt biztosan tudom, hogy 100%-ot fogunk nyújtani, és lelkes szurkolóink támogatásával biztosan behúzunk még jó néhány találkozót. Egy látogatom volt, a gyönyörű barátnőm látogatott meg, és 15 napot maradt. Nagyon jól érezte magát a városban, nagyjából egy hónappal ezelőtt utazott haza.